A balhé úgy indult, hogy az egyik társaság odaszólt a másiknak, hogy legyenek szívesek arrébb állni az autójukkal, mert elállják az utat. Az egyik megtámadott vásárló rokona így nyilatkozott az incidensről. Ő tankolás után szeretett volna eltávozni a helyszínről, a helyszín kijáratát többen csoportosan autókkal elállták, és szólt oda nekik, hogy megkérte őket normálisan, hogy menjenek arrébb. Erre szót követett, hogy ők nem mennek arrébb, ki lennél te. A unokatestvérem is odaszólt, hogy ezt nem kéne így beszélni, ő csak megkértelek titeket, hogy álljatok félre. És erre az egyik srác oda ment és megütötte. Erre az unokatestvérem beült az autójába, és fölhívta az édesapukáját, hogy menjenek már oda, tegyenek rendet. Egy 60 éves idős emberről beszélünk, aki gerinc és láb problémával él, sajnos fáj a lába és a gerince. Oda mentek, hogy megbeszéljék, hogy nyilván egy idősebbre hallgat, a másik fél is úgy voltak vele, a fiatalabbik fél is, és azt mondta az unokatestvéremnek, a sértetnek, hogy öregeket hívtál magad után. Meg se tudott szólalni az idős ember, azonnal megütötték és a földön rugdosták. Ebből kifolyólag indult el a verekedés, a csoportos verekedés, és egy emberre, ahogy a videó felvételen is látszik, egy emberre 15-20-an szaladtak rá, a földön rúgták a fejét. A szóváltás követően tömegverekedés alakult ki a két csoport között. A tömegverekedésnek rendőri intézkedés vetett véget.